A zsindelyeket szerelik fel a tetőkre Érpatakon. Minden épületet ezzel a módszerrel fednek be. A zsindelyes tanyán nagyszabású beruházás indult, mintegy 600 millió forintból fejlesztik a területet. Így néz majd ki a zsindelyes tanya. A látványtervekből jövőre lesz valóság. A turisztikai attrakció keretein belül 7 épületet építenek fel, a vendégházak, a tájház, a liturgikus hely és a fogadó mellett egy úgynevezett manufaktúraházat is létrehoznak. Utóbbiban egy kis üsti pálinka főző is helyet kap, de a fürtös megy történetét is bemutatják majd. A fogadóban pedig a település kistermelőinek termékeit is forgalmazni fogják. A projekt keretében a környezetet is rendbe teszik, az utakat és a parkolókat is felújítják. Igazából a zsindelyes tanyának a múltja az 1742-ig visszanyúlik, a Dezsőfi család tulajdonába volt. Írásos bizonyítékok bizonyítják a tanyának a meglétét, a múltját, a lélegzését, a működését, és hát egy kicsit ennek próbálunk emléket állítani. Emléket próbálunk állítani egy ipartörténeti jelentőségű üzemnek, ami 1984-ben negyedik volt Magyarországon egy kisüsti pálinka főző, magántulajdonban lévő kisüsti pálinka főzőnek a működésének állít mementót, illetve hát van egy nagyon fontos gyümölcs, ami újfértői fürtösmegynek hívják, ami igazából az országnak az egyik, talán a leghíresebb, mondhatom azt, hogy a leghíresebb gyümölcsfajtája, ennek próbálunk valamilyen mementót állítani. A terv, hogy a zsindelyes tanyát interaktívvá és élhetőbbé tegyék, bekapcsolódnának a vallási hagyományokba is, Szent Miklós püspökhöz kötődően rendezvényeket is tartanak majd. Zarándlatokat korábban is szerveztek Máriapósra, ezek a jövőben is folytatódnak. A fejlesztés szorosan kapcsolódik a Tokaj, Felsőszabolcs, Nyírség kiemelt turisztikai terület beruházásaihoz. A cél, hogy a zsindelyes tanya az idegenforgalom egyik kedvelt helyszíne legyen.